Ma már senki sem vitatja, hogy a nemzeti szocializmushoz hasonlóan a kommunizmus is egy őrült eszme volt. Senki sem vitatja a kommunizmus bűneit. De önök is tudják, milyen hosszú és rögös utat kellett bejárnunk, amíg idáig eljutottunk. Senkinek sem kell bemutatnom a rendszerváltás utáni két évtized szomorú valóságát, amikor Magyarországon a mindenkori jobb és baloldal külön-külön cipelte saját történelmi terheit. Két évtizeden át folyt a vita arról, hogy kinek a zsákja nehezebb, melyik oldal vállát nyomja nagyobb súly. Itt volt az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk ezt az időszakot. Ezért lett az idei év a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások nemzeti emlékéve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sokan, akik itt állnak, pontosan tudják, mennyire felemelő érzés volt, amikor végre lehetett szabadon emlékezni a kommunizmus áldozataira. Emlékezzünk, mennyire felemelő érzés volt megnyitni a Terrorháza Múzeumot. Mennyire fontos, különösen most, amikor Európa ismét támadás alatt áll, hogy a magyar fiatalok ismerjék a 20. századi diktatúrák szellemi eltévejedéseit, és szívükben azzal az elhatározással nőjenek föl, hogy ez ne történhessen meg soha többé.